A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének szakemberei szerveztek gyakorlati jellegű tanácskozást a Nyíregyházán és a Nyíregyházi járás településein dolgozó könyvtárosoknak. Értékmentés elnevezésű idei első szakmai konferenciájukon a megyei és a Nyíregyházi Értéktárbizottság elnökei tartottak előadásokat, és megismertették a hallgatóságot a települések jó példáival. A célja az volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet a könyvtárosok és a településen dolgozó úgymond hivatalnokok, illetve a privát személyek, lokálpatrióták figyelmét arra, hogy immáron 2 éve működik értéktár, bizottság Nyíregyháza városban, illetve a megyében, amit egy törvény, a Hungarikum törvény szabályoz, és kevésbé ismert a nagy közönség előtt ez a tevékenység, pedig nagyon fontos, hiszen felhívja, és hát nem csak felhívja, hanem összegyűjti, regisztrálja azokat az értékeket, amelyek a környezetünkben vannak. A szakemberek szerint ezek mellett az értékek mellett sokszor elfutunk, pedig múltunkat ápolni kell, hiszen azoknak akár gazdasági hasznuk is lehet. Többek között az értéktárak és a nemzeti értékek turizmus fellendítő hatására is felhívták az előadók a szakemberek figyelmét. Az értéktárnak több feladata van. Egyrészt az érték feltárása, másrészt az érték kommunikálása és élővététele. Még nincsenek igazán jó példák a megyében, úgyhogy nagyon fontosak az ilyen tanácskozások, ahol módszertani tanácsokat kaphatunk, és megoszthatjuk egymással a tapasztalatokat, amik tovább visznek a hasznos és értelmes megvalósítás felé. A konferencián a szakemberek rávilágítottak arra, hogyan lehet egy értéket bejelenteni, és mivel járulhatnak a könyvtárosok hozzá, hogy a jelölése szükséges kritériumokat objektíven igazolják.